2500 évvel ezelőtt egy görög bölcs feljegyezte, melyek szerinte az ember építette legnagyobb csodák. E hét csoda sosem merül majd feledésbe, írta. És a modern világ valóban nagy becsben tartja mindet. Ezért nevezi őket úgy, a világ hét csodája. Írta és elbeszéli John Romer. Történetünk a nyugati kultúrák legalapvetőbb fogalmairól szól. Istenről, az édenkertről, az asszonyiságról, és hogy miként alakultak-e fogalmak az ókori kelet világától napjainkig. Csodálatos kelet. A történet több mint 1000 évre nyúlik vissza, ám a mesét bárhol elkezdhetjük. Kezdjük mégis itt Rómában, az 1527. esztendő május havának 5. napján, amikor a pápa rémülten menekült a német seregek elől a Vatikánt a Szent Mihály ősi kastélyával összekötő erődített falakon. Kemény ostrom volt. Végül a pápa mindent elvesztett. Elrabolták aranyát, ékszereit, sőt még a ruháit is. De nem telt vele 10 év, és új pápa jelent meg az ódon falak között, feltámasztva a Szent Birodalmat és Róma hajdani uralmát. Íme a falakon az egész történet. Elmeséli, hogyan talált a pápa a romokra, egy ősi sírra, és hogyan épített rájuk kastélyt, mégpedig fejedelmi kastélyt. Íme ott a középpontban maga Szent Mihály tekint ránk, a végítélet angyala kivont véres kardjával. Gondoljuk csak el, hogy ez a pápa tudta, pár évvel ezelőtt éppen ebben az erődítményben fosztották meg elődjét hatalmától. Ő volt az a pápa, aki bevezette az inkvizíciót. Ugyanakkor szerette volna, ha úgy könyvelik el, mint keresztény lovagot, úriembert, a tettek emberét. Ezért körbenézve a festményeken szellemi elődöt keresvén rátalált Nagy Sándorra, hisz még a nevük is egyezett. Íme itt van, Nagy Sándor egyik legendás tette, amint átvágja a gordiuszi csomót. A történet szerint valahol távol, keleten volt egy csomós, aki megoldja, a világura lesz. Nagy Sándor ránézett a csomóra, majd kardjával átvágta. A nagy lelkű lovag, mint a tettek embere. És íme a nemes lelkű Nagy Sándor, mint a művészetek mentora. Látják a könyvet ott a kép közepén? Nem más, mint Homérosz összegyűjtött művei. Nagy Sándor elrendeli, hogy forgassa mindenki. Amott pedig, megint csak Nagy Sándor a nemes lelkű lovag. Az asszony, aki oly esdekelve néz rá, nem más, mint a perzsa király felesége. De Nagy Sándor így szól, nem, én nem rabollak el, nem teszek rajtad erőszakot, mint bármely más uralkodó tenné, mert én lovagias vagyok. Ha az asszonyt nem is, de a perzsák aranyát magával hozta nyugatra. Itt látható Nagy Sándor, mint a két világot összekötő kapocs. Nem csak az aranyat szerzi meg, gondoljunk mindarra a csodára, mely a sejtelmes keletről származik, a sejem, sárga barack. És olyan paloták, amilyenekről még ember nem álmodott. És a kertek, igazi csodák. Nagy Sándor birodalma a csodák birodalma volt. Elfoglalta a várost, amelyben az ősi anya istennő szobra állt, és Babilonban halt meg, a függőkertek városában. Erről szól hát a mi mesénk. A kelet lenyűgöző csodáiról, és hogy miként vált hősünk összekötő kapocsá a két világ között. Nagy Sándor legendája halálával kezdődött.
Krisztus előtt 323-ban Babilonban. Kezdetben csak egy hősi kultusz volt, melyet roppant birodalmának örökösei, korábbi hadvezérei tápláltak. Íme a legendás nagy lelkű lovag a kezdetek kezdetén. A festmény az ifjú Nagy Sándort ábrázolja a perzsákkal vívott csatában. A kép eredetije egy pompéi mozaik. Ez itt ügyes másolat a Nagy Sándor korában keletkezett műről, s valószínűleg egy asszony festette. Egyes feltevések szerint a képet ez a férfi rendelte meg, aki itt áll Nagy Sándor mögött. Valójában portré ez, mint ahogy portré Nagy Sándor arcmása is. Az egész persze szintiszta szájhősködés. A mítosz és az aprólékosan kidolgozott történelmi részletek szokásos keveréke. Ugyanakkor remek képet nyújt a csatáról. Látják azokat a dárdákat a háttérben? Ezek a görög dárdák félelmetes, 5 méternél is hosszabb fegyverek, melyeket előre szegeznek a katonák. A görög hadak a perzsák eléggé keskeny, de annál hosszabb harcvonal ellen indulnak. Ezen közben Nagy Sándor egyenesen a perzsa had mögé igyekszik, hol serege védelmében a perzsa király lapul. Íme itt látjuk szegény jó Dareios, de nézzék Nagy Sándor, Dareios egyik testőrét már Dárda hegyre tűzte, hiába tartották őket halhatatlannak. De a tekintete csak a perzsa királyt keresi. Elkeseredett összecsapás ez, amely gyakran ismétlődik a történelemben, például a dél-amerikai spanyol hódítás idején, de még napjainkban is megtörténik. Amikor két társadalom, két kultúra találkozik, és az egyik behódol. Nézzék, itt van Dareios harci szekere. A királynak vége, föladta, nem küzd tovább. Az új világ, amint elpusztítja az ősi kelet egyik agrártársadalmát. De nézzék, milyen részletességgel dolgozik a művész. Nézzék a lószerszámokat, nézzék a dárdákat és a sisakokat, lenyűgöző műgond. Ez a görög festő a művészet adta eszközökkel fejezi ki e barbár és legyőzött sereg eszmeiségét. Miközben felfedezi saját öntudatát is, mely még ma is része a nyugati társadalmak öntudatának. És ez az a pont, ahol a világ hét csodája pontos szerephez jut. Egyiptomban, a Nílus völgyében Nagy Sándort fáraóként tisztelték, és Babilonban az Eufrátesz partján Nabukodonozor király ősi palotájából irányított a birodalmát. Itt is érte a halál. A levegőt köt pára töltötte meg, s az égből hatalmas csillag hanyatlott alá, midőn Sándor örök álomra hajtotta fejét, így szól a legenda. Az ősi kelet szívében lelte halálát. Babilon, az istenek emelte város, Bábel tornyának és a zsidók fogságának városa. Baltazárnak és bűnös lakomáinak Babilonja, és a város, ahol a varázslatos függőkertek épültek, amelyek valójában Nabukodonozor palotájának kertjei voltak. Legalábbis a görögök így mesélik el a csodát. A rétek oly magasan fügtek, hogy a szántóvető az ember feje fölött sétált. A hatalmas fák lecsüngő gyökereire pedig meg annyi szökőkút csobogóvize hintett hűs permetet. Az első világháború előtt régészek érkeztek, hogy feltúrják Babilon szelíd lankáit. Hatalmas, jó szervezett expedíció volt ez az elismert berlini professzor Robert Calloway vezetésével. Kiásta a város betemetődött falait, melyek már önmagukban is világcsodának számítottak. Megtalálták azt a kaput, melyen át Júda foggyulejtett királyai udvartartásukkal együtt elmenekültek. Találtak 25 ezer vésett agyagtáblát, kimérték Nabukodonozor romba dőlt városát, egy szóval feltámasztották a kihalt Babilont. Így hát Babilon ősi romjai új életre keltek. De az új kövekre most nem a rég letűnt királyok nevei vannak felvésve, hanem Saddam Husseinnek a neve. Calloway tehát számtalan kincsre bukkant, sőt azt gondolta, megtalálta a függőkertet is. Itt állt egykor, írta, itt a porban, a kőboltívek fölött. Készített néhány rajzot is, szerinte milyen lehetett. Valójában igencsak messze járt az igazságtól.
Ha itt lett volna a kert, a fák gyökerei szétválasztották volna a köveket. Alig 3 évszázad, és Nagy Sándor csupán szánalmas romokon uralkodhatott volna. Az ősi agyaktáblák fordításai is arról tanúskodnak, hogy Koldövé függőkertje helyén a közigazgatási irodák álltak egykor. Hogy az impozáns boltívek nem függőkertet tartottak, inkább szerény éléskamrákat rejtettek az út alatt. Ugyanezek a babiloni szövegek sok más csodáról szólnak ugyan, a függőkertekről azonban említést sem tesznek. Mi lehetett hát ez a rejtélyes világcsoda? Nos, a legtöbb görög, aki leírta a híres függőkerteket, soha nem járt Babilonban. Ugyanakkor tudtak a kelet mesés szépségű kertjeiről, melyeket a perzsa királyok paradicsomnak neveztek. Valószínűleg egyszerűen összekapcsolták a két dolgot. Így született meg a távoli Babilon álomszép kertjeinek legendája. A kelet legegzotikusabb és legnagyobb csodája. Vajon mi ihlette e levegőben függő kertek különös látomását? A válasz egyszerű. Az ősi görög gazdálkodók felfüggesztették, vagy helyesebben fordítva, teraszosították kertjeiket, alkalmazkodva a domborzati viszonyokhoz. Náluk ez volt a megszokott növénytermesztési mód. Olívaolaj és gabona, finom bor és sokféle juh és kecskesajt, ez a klasszikus mediterrán étrend, melyet csak később, Krisztus előtt mintegy 1000 évvel fognak felfedezni, vagy inkább átvenni Görögországban. Szóval ez a fehérje gazdag étrend lesz a meleg ágya és tápláló forrása a később oly virágzó görög kultúrának. Egészen újfajta étrend volt ez. A korábbi civilizációk folyópartjain települtek meg gazdag termőfölddel, tiszta édesvízzel és a termesztett növények hihetetlen gazdagságával. Görögországnak mindezt nélkülöznie kellett. Szikárföld, kemény tala, és még a gazdag is a termés, a megélhetés nagyon szűkös. Mégis a görögök igen kemény emberek. Emlékezzünk Plátonra, a nagy gondolkodóra és akadémiájára, ahol tanítványai veszik körül. Az akadémia persze nem más, mint egy csenevész olajfaliget Atén mellett, épp olyan, mint ez. Tehát amikor ezek a bátor, kemény férfiak keletre mentek, teljesen lenyűgözte őket, amit láttak. Lenyűgözte őket a táj lágy szépsége és a föld gazdagsága, az érett barack és cseresznye a fákon, amiért csak fel kell nyúlni, és elámultak a nép gazdagságán is. Amikor visszatértek Görögországba, magukkal vitték el látomást a paradicsomról, mely szóval a perzsák magát a kertet jelölik. Elvitték ezt az álmot nyugatra, és örökre így maradt meg a képzeletükben. Nagy Sándor már gyermekkorában olvasott a paradicsomi kertekről, szeretett Homérosz a könyveiben. Valószínűleg olvasta a zsoldosok beszámolóit is, akik a perzsa udvarnak dolgoztak. Ezek a kemény marcon a katonák lenyűgözve csodálták Kürosz király kifinomult kertjeit, melyektől maga Kürosz király is el volt ragadtatva. Ezeket itt meséli, mind én ültettem, még némelyik fát is magam telepítettem ide. A rómaiak a kertépítésnek ezt a paradicsomira emlékeztető fajtáját már a görögöktől vették át. Ez a reneszánsz kert itt Róma szívében egy ősi római kert rajzai alapján készült, melyet a híres építész Pirro Ligurio tervezett, és persze a paradicsom mintájára itt is patak csörgedezik keresztül. A paradicsomi patakot említi Mózes első könyve és az ősi mezopotámiai mítoszvilág is. A hős Gilgames egy ilyen paradicsomi kertben lelt rá az életvizére. Az ilyen helyeken, mint Gambara bíboros kertje bányájában Rómától északra, nem csak a szépség és a béke harmóniáját lejjük meg, hanem azt a formát és illatot is, amely visszavezet minket a történelmen át a forrásig.
back to your very beginnings. A görögök szerint azért épültek a függőkertek, hogy egy perzsa nagyúr ágyasának honvágyát enyhítsék. Így akarták utánozni a lány északi szülőföldjének hangulatát, Irak végtelen rónáin. Ezerféle fa növekszik itt, épp úgy fest, mint egy hegyvidéki ország. Az egyes szintek egymásból indulnak ki, akárha egy színház nézőtere lenne. A növényzet sűrűn telepített, a cserjék levele szinte érinti egymást, különös árnyhatást keltve. Víz törelő a hatalmas szökőkutakból szivárog le a föld alá, hogy újabb körkörös és spirális pályákon átszökeljen ismét a magasba. Bőséges csapadék áztatja a fák gyökerét, és a föld hihetetlenül termékeny. Íme így álmodta meg a paradicsomot a bizánci Filón a Krisztus előtti 3. évszázadban. Kövessük hát ezt az ősi folyót egészen a forrásig. Térjünk vissza, ahogy Nagy Sándor tette, tapasztalataink forrásához, és nem csak erre a paradicsomi látomásra lelünk rá, hanem a legtöbb ősi istenségre is. Ahogy itt állnak a Villa d'Este kertjében, a Róma melletti Tivoliban, épp ilyen szilárdan gyökereznek tudatunkban is. Ahogy Nagy Sándor végigjárta Ázsiát, lépten nyomon ősi istenek templomaira bukkant. Istenekére, melyeknek görög nevét Nagy Sándor ismerte és tisztelte. De amikor saját isteneire talált itt egy idegen kultúra szokásaitól övezve, rádöbbent, hogy a sokféle szentség mind egy forrásból ered. Ez a csodálatos kőből épült szentély, Jazilikája, Törökországban található. Ez a hettiták legszentebb kegyhelye, de más nációk is elzarándokoltak ide az idők során. A legtöbb istenüket Ázsiából hozták magukkal. Ezek a domborművek közel 3000 évesek, de még semmi nem kezdte ki őket. Változatlanul őrzik szentségüket. Itt állunk a szentély szívében. Ez az Isten itt, maga a nagy tesub. Aki Görögországban Zeusként ismert, és aki megrázván fekete hajfürtjeit, villámot és égzengést bocsát a földre. Ez pedig itt, ez az Isten a két élű szekercével nem más, mint a görög Apollón. Ez az asszony pedig itt középen, aki oly sok néven ismert, ő érdeklődésünk valódi tárgya. Személyével elérkeztünk a vallás történetének egyik legnagyobb fejezetéhez. 800 évvel azután, hogy itt kőbe vésték, Indiában bukkant fel, mint Varuni istennő. Itt egy párduc hátán áll. De ugyanennek a párducnak a hátán áll az ősi sumér mitológiában is, 7000 évvel azelőtt, hogy itt kőbe vésték, és 7000 évvel korábban sem, hogy az anatóliaiak megörökítették volna szentélyeik falán. Nem más ő, mint a főistennő vagy anyaistennő. Nagy Sándor idejében Ázsia népei Kübelének hívták, a görögök viszont Artemisnek, és az ő tiszteletére Efezoszban emelt templom maga is egyike a világ hét csodájának. Great is Diana of the Ephesians! Áldassék az efezoszi Diana! Hihetetlen ez az akusztika, nem igaz?
El tudják képzelni, amikor 40 ezer torok harsogta ezeket a szavakat végig a város utcáin a tenger felett? Az apostolok cselekedetei szerint éppen ez történt Krisztus után 53-ban, amikor Szent Pál elhozta a kereszténységet Efezosz falai közé. Diana Artemis bibliai neve. Ez volt Artemis városa. Az ő alakjával díszítették az összes templomot és épületet. Ő tette gazdaggá a várost és büszkévé minden egyes lakóját, nem csoda hát, ha 40 ezer ember kiáltotta világgá a kereszténység megtagadását. Artemis közel 1000 éves múltra tekinthetett vissza a városban. Szent Pálnak és követőinek újabb 300 évig tartott, amíg megrendítették hatalmát. 1800 évvel később egy magányos angol úr ült ugyanebben a színházban, spásztázta tekintetével a tájat, valami kis nyomot keresett, amely elvezetheti őt Artemis templomához. Ezt az angol urat úgy hívták John Turtlewood. Wood vagyonos amatőr volt, utazó és archeológus, és mint sok 19. századi ember igencsak megszállott volt. Megszállottan kereste a világ hét csodájának egyikét, az eltűnt híres templomot. Wood évekig élt Efezoszban és folytatta az ásatásokat. Rádozta a vagyonát, maláriát kapott, majdnem elrabolták, rálőttek, csak az ég tudja hány ízben törte csontját. De végül megtalálta a templomot. És éppen itt, ebben a színházban bukkant az első nyomra. Azt a bizonyos nyomot ezen a falon találta. Az egész falat beborította az a földréteg, amelyet az eső mosott alá a hegyekből. Amikor Wood megtisztította, egy egész csomó feliratot talált rajta, ami nem meglepő, hiszen rengeteg vésett található itt. Az egész várost elborítják, de ez itt különösen érdekes volt. Nagyjából 50 évvel azután íródott, hogy Szent Pál Efezoszban járt. A vésett követ Caius Vibius Salutarius, egy helybéli polgár készítette, és éppen itt állt. A lelet oly mértékig megmozgatta Wood fantáziáját, hogy idehívatta a brit tengerészet egy hajóját, a Terrible-t, lehorgonyoztatta, és 15 kemény kötésű matróz, valamint kötelek és fűrészek segítségével elmozdítatta az egészet. Nem kevesebb, mint fél kiló dohányt adott, hogy el ne törjék útközben. Az írás szerint ez a polgár, Caius Vibius Salutarius, aki 50 évvel Szent Pál után élt itt, adományozott néhány aranyszobrot Artemis templomának. Ez már önmagában is érdekes, de ami Wood figyelmét felkeltette, az az írás által említett körmenet volt, melyen évente körbevitték a szobrokat is. Állítólag a templomajtótól a városkapuig, a magnéziai kapuig vitték őket, ahol a város fiataljai vállukra vették a szobrokat. Woodnak nem volt más dolga, mint megtalálni a magnéziai kaput, ahonnan egyenes út vezet a templomhoz. A vésetet használva kalauzként Wood leásott az ősi városig, végig az Ódon utcákon, vissza Nagy Sándor világába. Akkoriban Efezosz volt a föld egyik leggazdagabb és legmodernebb városa. És ahogy Wood leásott a Márvány utca kövekig, úgy ásott egyre mélyebbre a múltban. Szinte maga előtt látta a sok ókori tengerészt Indiából, Rómából, Alexandriából. És perzsákat lila köntösben, amelyet derekukon aranyöv fog össze. Korintosziakat karmazsinvörösben, ibolyakékben és tengerzöldben. És Artemis sürgőforgó papjait méhekkel díszített rombusz mintás köpenyben. Ahogy elérte a márvánnyal borított főutcát, Wood elvétette a város Artemis szobrát. Évekkel később egy osztrák archeológus talált rá itt, a városháza mögött. Babonás keresztények temették bele a finom homokba, félve attól, hogy istennőjük végleg elhagyja a várost. 17 évszázadon át feküdt itt a sötétben, faragott ékszereivel és ruháival felékesítve, melkasán a rejtélyes emlőket formázó tárgyakkal, mely az istennő örök jelképe.
Még abban az esztendőben, amelyikben Wood megtalálta a vésett követ, rábukkant a városkapura is. Tudta, hogy ez a híres magnéziai kapu, mivel Magnézia városa arra terült el, és mivel előtte volt a széles járda is, amely majd minden bizonnyal elvezeti Artemis templomába. John Turtle Wood ismét rábukkant a történelem egy lenyűgöző darabkájára. Ez volt az a kapu, amelyen át az apokrif iratok szerint Szent János megérkezett Efezoszba, hogy megtérítse a város lakóit. Mikor odaért, a kapuban egy istennő aranyozott szobra állt, arcán fátyol, lábánál mécses. János szerint a város sötétségbe borult az istennő oltárainak füstjétől. De ő nem adta föl. A város a második évszázadra keresztényé lett. János térítette meg. Igen ám, de Woodnak nem ez volt a legnagyobb gondja. Ahogy kilépett a kapun, kövezett utat talált. De vajon melyik irányba induljon? Ásott egy 50 méter hosszú és 4 méter mély árkot itt a környéken, hogy megkeresse a hajdani utat. Szerencséje volt, mindjárt kettőt is talált. De megint döntenie kellett, balra induljon, vagy inkább jobbra át a földeken. Nos, a megoldás a következő volt. Ezeket a mély árkokat a kocsik kerekei válták, ahogy áthaladtak a városon. Az egyik úton, azon, ami jobbra vezetett, alig voltak keréknyomok. Tehát az az út bonyolította a város forgalmát, amelyik bal felé vitt. Erre indult hát el Wood. A táj nem sokat változott azóta. Keskeny földút halad itt, ez volt egykor a főútvonal. Képzeljük el, ahogy munkások százai mozgatják meg a földet, ássák az árkokat, görög és örmény béresek, fényes ruházatú török katonák figyelik őket. A dombok közül pedig banditák lesnek rájuk. Wood több száz hasonló követ talált az út mentén. Nem keltették fel a figyelmét, holott ezek szarkofágok, és egész családoknak szolgáltak temetkezési helyül. Íme egy kedves sírfelirat. Itt nyugszik Heiró dadája, ki szerette a bort. Pihenjen hát vényteste a szőlőtőkék között, hogy halálában is ízlelje a nedűt, melyet életében úgy szeretett. Öt év kemény munkája után Wood komoly bajban volt. Ismét elővette a malária, és a pénze is megfogyatkozott. Az egyetlen forrás, amire támaszkodhatott, az ősi írás volt, amely szerint a templomhoz vezető út enyhén lejt. Így Wood is a lejtő felé kutatott tovább. Mégis úgy tűnt, hogy Zsák utcába került. Még egy esélyt adott magának, és utolsó fillérjeit feláldozva, három mérfölddel távolabbra vezényelte embereit, ahol sejtése szerint az út folytatódhatott, és ott újra ásni kezdett. 4 méter mélyen ezeket találta. Nekünk tán nem mondanak sokat, de Woodnak maga volt a megváltás, mert ő tudta, hogy egy hatalmas oszlopsor alapjaira bukkant, melyet egy gazdag polgár építetett, nehogy véletlenül az istennő szobra a városba vezető úton megázzon. Wood nem csak a tartó oszlopokat, hanem a tető darabjait is megtalálta, melynek az eső elől kellett oltalmaznia a szobrot. Égett a vágytól, hogy megpillanthassa a templomot. A legenda szerint a szentélyt Krejszosz király emeltette, de egy őrült felgyújtotta épp azon a napon, hogy Nagy Sándor megszületett. Később újra felépítették még gazdagabban, mint amilyen volt. Így hát Wood követte a hatalmas kőkockákat. Csak akkor bizonytalanodott el, amikor a dombokat maga mögött hagyta, és nem látott más, csak egy apró török falut. Ő maga így emlékezik. Szinte letaglózott a kudarc érzetem időn, végignézve a végtelen, szinte szűz mezőn, egyetlen halmot sem találtam, amely Artemis templomát rejthetné. A földművesek persze nem engedték, hogy feltúrja ültetvényeiket, így kénytelen volt a parlagon, az út mentén hasonló szűk helyeken ásni. És mit hoz a szerencse? Újabb oszlopköveket talált. Okos ember lévén észrevette, hogy a kövek a mezők vonalát követik, és hogy a vonal egyenesen egy régi török erődhöz vezet. Ezer 1869 utolsó havában John Wood eltörte a lábát.
Hogy folytathassák a munkát feleségének, aki azelőtt a ház körüli teendőket látta el, csatlakoznia kellett hozzá. Most ő dolgozott az árokban, férje pedig lóhátról figyelte. Wood állítása szerint ez volt élete legszerencsésebb balesete. Attól a naptól kezdve mindig együtt dolgoztak. Wood asszony átvette az irányítást, ellenőrizte az ásatásokat, és 8 méter mélyen oltárokat, szobrokat és mozaikjárdákat talált, de Artemis templomának nyomát se lelte. Végre valahára az év utolsó napján 8 méter mélységben az ásók hirtelen hatalmas márványlabba ütköztek. Január 3-ára már mindketten tudták, hogy megtalálták a világ 7 csodájának egyikét, Artemis templomát. Az elragadtatástól és a maláriától megrészegülten John Wood nekiállt, hogy élményeit papírra vesse. 15 órán keresztül megszállottan írt, majd összeesett. Így ért véget a régészet történetének legromantikusabb ásatása. Manapság, ha végig tekintünk Wood híres ásatásának színhelyén, végig a romokkal tarkított mezőn, ahol egykor a hatalmas szent templom állt, felmerül a kérdés, vajon megérte-e a fáradtságot. A templom puszta hírneve volt az, amely 7 álló esztendőn át hajtotta Woodot, hogy lankadatlanul keresse-e pár kődarabot. Hisz a templomról 1000 és 1000 ősi leirat tesz említést. Gibbon, a neves történész úgy jellemzi, mint különös keveréket, a görög művészet és az ázsiai gazdagság elegyítését, melyet az egymást követő királyok tettek még gazdagabbá. Itt állt tehát Nagy Sándor birodalmának legszentebb temploma. Még a közeli folyóban élő halakat is szentként tisztelték. Sok más vidéken építették fel a templom másolatát, és ezrével adták el az istennő ezüst szobrait. Mint egy székes egyháznak, igazi csodája a szentségében rejlett. A keresztények végül elpusztították Artemis istennőt. A hatalmas szobrot, mely a város központjában állt, gonosz démonnak titulálták, és szintén lerombolták. Helyébe feszületet állítottak a diadalmas kereszténység jegyében. A negyedik évszázad táján letöröltek minden feliratot, amelyen Artemis neve szerepelt. Artemis templomának köveit később felhasználták a környező kisvárosok építésénél.
Ennek a vízvezetéknek minden egyes köve valahonnan máshonnan származik. Ott egy darabka egy római templomból. Látják például azt az apró szegély darabkát, az valaha egy oszlop főmintázata volt. Túl kicsike és túlságosan vicikvacak, tehát biztos, hogy nem Artemis templomából származik. De ez a kő itt lent, ez itt egészen más. Persze már a mérete is árulkodó. Ugyanezt az elemet használták a rómaiak is, de ez itt sokkal nagyobb, és van benne valami fenséges, ami rögtön megragadja a tekintetünket. Ezeket a különös faragványokat itt úgy hívják oszlopláb. Valamikor tojásdat formájuk volt, és tökéletes a kimunkáltságuk. Nézzék csak meg, olyan, mintha géppel csiszolták volna, olyan kifinomult, mind stílus, mind nagyság terén. Ez valóban a világ két csodájának egyikéből való. De vannak itt egyéb részek is. Ez a darab például. Ez igazán értékes lelet. Látják? Amikor a vízvezeték épült, a kőműves lefaragta a kőszéleit, hogy sima, egyenletes szegélyeket kapjon. De ezt a részt középen meghagyta. Ez bizonyítja, milyen finoman munkálták meg Artemis templomának köveit. Valójában ez csak egy apró darabkája annak a 127 oszlopnak, mely a római Plinius szerint az épülethez tartozott. Figyeljék csak! Ezekből a rovátkákból következtetni tudunk, milyen magas is lehetett valójában az oszlop. Egy ilyen apró darabból szinte rekonstruálni lehet az egész templomot. Mint ismeretes, három különböző építészeti stílus létezett. A görög építészet három irányzata. A dór stílus a legmarkánsabb, a korintoszi a legdíszesebb. Booth felfedezése szerint Artemis temploma jón stílusban épült a jellegzetes csigavonalakkal. Az itt járt Plinius leírása szerint a templom 76 méter széles és 144 méter hosszú volt. A 127 tagú oszlop rengeteggel, középen Artemis oltárával így festhetett a világ hét csodájának egyike. Ilyennek látta a számítógép. De vajon milyennek látja az archeológus? Nos, a dolog egyre izgalmasabb. Bammel professzor a Bécsi Egyetemről újraírta a nagyistennő történetét. A szentélyek mélyén az iszabba ágyazva, ott lapultak az istennő ékszerei és házi oltárának alkotó elemei is. A ruhái, a kincsei, a hívők ajándékai úgy szintén. A hit milliónyi magva termékenyítette itt a földet. És milyen sokféle hit. Ázsiából, Afrikából és Európából járultak ide az áldozók az Anya Istennő oltára elé. Meglehetősen nehéz darab. Színarany. Kereken egy tucatnyi hasonlót találtak a kincsek között. Nézzék az arcát. Ennek az arcnak hódoltak 3000 évvel Krisztus születése előtt Mezopotámiában, és íme ismét felbukkant Efezosban, a főistennő. De nem csak szobrokat találtak, hanem a ruházatot is, amelyet Artemis a templomban viselt. Az öveket, amelyeket a szobron is láthatunk. Kettő is volt belőle, és a faragása pontosan ugyanolyan, mint amilyet a kőbe véstek. És az ékszerek is ott hevertek az iszabban immáron több ezer éve. Látják, ezek az istennő nyakékei. Kristály, balti tengeri borostyán, föníciai üveg. Ezek sorakoztak egymás mellett a nyakán. És íme az istennő legjellegzetesebb nyakéke, a méhekkel.
És a csodálatos bikafej, ez volt a központi dísz. Körülötte az égkövek. És ott van az a hatalmas válkendő, amely szintén szerepel a szobrokon. Ez a gyönyörű oroszlánfejes brosz, és meg annyi érme apró lyukakkal, melyeknél fogva felvarták őket. De a legizgalmasabb mégis annak a rejtélynek a megfejtése, hogy vajon mik lehettek azok az emlőszerű tárgyak, amelyeket viselt. Íme láthatjuk, ha erre az apró borostyáncsepre nézünk, hogy olyan, mint egy gyümölcszem. Látják ezt a gyönyörű balti-tengeri borostyán darabkát? Vagy akár egy apró gránátalma is lehet, amely önmagában is egy ékszer. Vagy talán egy padlizsán. Meg lehet, hogy a különös díszek gyümölcsöt jelképeznek. De Artemis istennő nem csak saját ékszereit hagyta hátra a templomban. Akad itt ezernyi apró ajándék az ősi kelet összes birodalmából. Artemis, mintha vonzotta volna az ajándékokat, még Egyiptomból is kapott. Ez a fura kis figura is onnan származik. Ő Bés, aki tamburinon játszik és mindenkit felvidít. Ez egy szerencsét hozó Scarabeus, szintén Egyiptomból. Egészséget, gazdagságot és hosszú életet ígér. A föníciaiak, akik ránk hagyományozták az istennő tiszteletét, legszebb elefántcsont faragványaikat hozták el. Ilyenekről a Bibliában is olvashatunk. A bibliai királyok szobáit ugyanezen mesterek faragványai díszítették. Közép-Ázsiából származnak ezek a rejtélyes állatfigurák. Nézzék meg ezt a gyönyörű bronz griffmadarat. Meg annyi egzotikus tanúi ezek általunk alig ismert civilizációknak, melyek mind leborultak Artemis oltára elé. Ezekre a csodálatos antik görög elefántcsont faragványokra pedig maga Bammer professzor bukkant rá. Ez tehát egy sokfelé tisztelt istennő görög arca. Nagy Sándor Artemisnek nevezte, az anatóliaiak Kübelének. A rómaiak Diánaként ismerték, ő volt a vadászat szűz istennője. És úgy érkezett Európába az ősi babiloni hitvilágból a pokol denevérei közül, mint bölcs és mindentudó ősanya. Alig egy évszázaddal Artemis Efesoszból való kiüzetése után az evangélium tanúsága szerint ugyanez a város lett Szűz Mária utolsó földi menedéke. Ismét Efesosz lett a római birodalom ázsiai tartományának legfontosabb keresztény városa. In 431, 431-ben ugyanebben a templomban összeült a tanács, a keresztény egyházak legfelsőbb tanácsa, hogy megvitassák a legalapvetőbb kérdést, amelyet az egyháznak kell meghatároznia, az istenség valódi természetét. Itt történt, hogy a keresztény egyház magáévá tette a Szent Háromság elméletét, nevezetesen az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét. De vajon mi volt ebben az új teológiai világképben Máriának, Jézus anyjának szerepe? Kétségtelen, hogy ő Isten anyja. Így hát az egyházi tanács úgy szavazott, hogy ő Theotokos, azaz Isten szülője. Csodálatos dolog ez, ha jobban meggondoljuk. Itt, ahol Artemis temploma a világ hét csodájának egyike állt, a nőnemű istenség szellemiségét sugározva, mely már évezredekkel azelőtt létezett, hogy csak a keresztény egyház megszületett volna, ugyanebben a városban újból megszületett a női istenség szentségének tisztelete, mely ma is táplálja hitünket. Így szól hát a templomnak és a mennyei kerteknek, a szűz istennő ékszereinek és a paradicsomi álmoknak története. És Nagy Sándoré is, a nemes lovagé, aki beutazta a mesés keletet, és elhozott nekünk néhányat a világ legnagyobb csodáiból. Rendezte Peter Spreilerton, fényképezte Peter Greenhalgh és Michael Miles, zene Barrington Fellow. Szakértő dr. Karsai György, hangmérnök Bodza Otto. A magyar szöveget írta és a szinkront rendezte Bajomi András.